A Fidesz kormány gyakran hivatkozik magára nemzeti jelzővel, sőt ennél gyakrabban hivatkoznak magukra Európa védelmezőiként, amikor megállít parancsolnak az Európán kívülről érkezett bevándorlóknak. Hogy hogyan kapcsolódik ez a kormányzati hazugsága mögöttem található főiskolához? Orbán Viktor 2017-ben a Gödi Samsung gyár átadó ünnepségekor kijelentette, hogy Magyarország gazdasági stratégiáját az akkumulátorgyárakban képzelik el. Ezt látjuk is, hiszen sorra jelentik be a kínai, kórai tulajdonú akkumulátorgyárakat szerte az országban. Azonban már nem csak akkumulátorgyárakról van szó. Hiszen a mögöttem található Vekerle Sándor üzleti főiskola teljes egészében kínai tulajdonba került. Az intézmény új tulajdonosa a Hope Education Group lett. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor a gazdaságunk kiárusítása után az oktatási stratégiát is a kínaiakra szeretné -e bízni a kormány. A Vekele Sándor üzleti főiskola az első olyan intézmény, amelyet kínai cég nyugaton szerzett. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy az infláció után ebben is érreálltunk. A kínai kommunista párt Fudán Egyetemét megelőzve tehát van már kínai tulajdonú főiskola Budapesten. A mi hazánk ifjai már most a kezdeti szakaszban határozottan fellép ezzel ellen a folyamat ellen. Mi a magyar oktatást ehelyett, a hazaárulás helyett a megbecsült és megfizetett tanárokban látjuk.